jótékonysági autós-motoros találkozó, Hajts az egészségért, hamarosan országos étteremhét, képviselői beszámoló. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2019. október 3-án 18 óra 5 perckor. Idén a kisújszállási Kumánia gyógy- és strandfürdő, kemping és ifjúsági szálláshelye adott otthont a Karcag Tuning autós-motoros találkozónak. A részletekről Szolnoki Rados Zoltánt, a rendezvény főszervezőjét kérdeztük. A szervező elmondta, hogy a rendezvényből szeretnének hagyományt teremteni, ahol mindenki megtalálja a maga programját és igazán jól érezheti magát, méghozzá 3 napon keresztül. Szót ejtett arról is, hogy a program jótékony célokat is szolgál. Ez itt a Karcag Tuning autós motoros találkozó 2019 nevű esemény. Második alkalommal került ugye megrendezésre, tavaly Turkevén voltunk, idén kis újszálláson, ugye jótékonysági a rendezvényünk, tehát ahogy tavaly is, úgy most idén is a Karcagi Kórház gyermekosztály számára gyűjtünk, illetve a tavalyi szívességet viszonozva a turkevei tűzoltóságnak szeretnénk egy kicsit kedvezni még. A programon közel 400 autós vett részt és élhetett a rendezvény adta lehetőségekkel. Jelen pillanatban Schatzberg kb. Egy 400 főnél járunk, a visszajelzések alapján azért még egy 100-200 főt biztosan várunk. A 3 nap alatt sor került a tuning autók és motorok teljesítménymérésére, kiválasztották a találkozó legerősebb tuning autóját, megrendezésre került az autószépségverseny, volt autós limbó, megrendezték a Felniki tartóversenyt női és férfi kategóriában egyaránt, évadzáró bajnokot avatott a partikár.hu, az autóhifi és kipufogó hangnyomás verseny sem maradhatott el, ahogyan a legalacsonyabb autók megmérettetése sem. 10 órától kezdődtek a kipufogó hangnyomás versenyek, illetve folytatódnak hifivel, továbbá Felniki tartó verseny, sörívó verseny, autós limbó, hasmagasság, este pedig ugye éjszakai fürdő, hajnal 3-ig DJ Wilcox-szal. A résztvevők a versenyeken kívül korlátlanul használhatták a strand nyújtotta szolgáltatásokat, így az óriás csúszdát, a szaunát. Lehetőség volt éjszakai fürdőzésre, ha valaki a melegben megszomjazott, a sörívó versenyen oldhatta szomját, és közben a tűzoltó bemutatót is figyelemmel kísérhette, valamint a szerencsések tombola sorsoláson értékes nyereményekkel gazdagodhattak. A program zárásaként a megjelenteket DJ Wilcox szórakoztatta. A Városháza előtti téren mintegy 90 darab futóbicikli átadására került sor. A kerékpárokat Dobos László, Karcagváros polgármestere, valamint a képviselőtestület tagjai nyújtották át a Madarász Imre Egyesített Óvoda valamennyi tagintézménye részére. Dobos László városvezető elmondta, hogy az önkormányzat egy sikeres pályázat részeként nyerte el ezeket a bicikliket, amelyek azon kívül, hogy hatalmas örömet okoznak a gyerekeknek, míg a mozgásfejlődésben is segíti őket. 90 darab futó biciklinek az átadására került ma sor, itt a délelőtt folyamán. Az önkormányzat egy pályázat keretén belül nyerte, egy pályázat részeként nyerte ezeket a futó bicikliket, és hát az óvodáknak adtuk át természetesen, hisz az a korosztály az, ahol el lehet kezdeni a kerékpározásnak ezen a módját, annak érdekében, hogy egyrészt szórakozzanak, a mozgásuk fejlődjön, és később a normál kerékpárra is biztonsággal tudjanak felülni. És látható módon a gyermekek nagyon-nagyon élvezik itt a téren ezt a kerékpározást, ezt a biciklizést, és bízom abban, hogy az óvodánk udvarán is hasonló örömmel fogják használni. Gulyás Ferencné, a Madarász Imre Egyesített Óvoda intézményvezetője arról is szólt, hogy közel egy évtizedes múltra nyúlik vissza intézményükben a kerékpározás kultúrájának kialakítása. Ez segíti elő a minden évben megrendezésre kerülő Ügyeskedj a kerékpároddal elnevezésű program.
nagyon nagy öröm számunkra, hogy az óvodás gyerekekre is gondolt akkor a Karcagváros önkormányzatának a vezetése, Dobos László polgármester úrral és a pályázati projektírókkal, amikor egy-egy nagy városi pályázat készül el, és ebben helyet kapnak az óvodás gyerekek, az ő kerékpáros kultúrájuknak a fejlesztése, a kialakítása, hiszen most a mai napon a legkisebb óvodásaink, akik 3-4 évesek, és még nem tudnak kétkerekű kerékpáron kerékpározni, ők kaptak 90 darab futóbiciklit, azért, hogy ők is a műanyag kis motorok után a kerékpározás, kétkerekű kerékpározáshoz minél közelebb kerüljenek tudásban, és 5-6 éves korukra pedig már az intézményünkben lévő kétkerekű kerékpárokon is tudjanak nagyon ügyesen kerékpározni. Közel egy évtizedes múltra nyúlik vissza az intézményünkben a kerékpáros kultúrának a kialakítása. Ennek keretében ügyeskedj a kerékpároddal programokat szoktunk szervezni a gyermekeknek minden évben. Most ebben az évben is sor kerül, és soha jobb alkalmat nem találhattak volna a polgármester úrék ezeknek a futókerékpároknak az átadására, hiszen most az Európai Mobilitási Hét szlogenje is a sétálj velünk, kerékpároz. A séta és a kerékpározás egészségre jótékony hatásának a népszerűsítése, és hát hol is kezdhetnénk, hanem a legkisebbeknél. És a legkisebbeken keresztül a családok felé közvetítve ennek a fontosságát, úgyhogy nagyon nagy az öröm mind a 9 óvodánkban, és most az átadás követően kipróbálják a gyerekek, és viszik haza az óvodájukba, hogy ott is tudják folytatni a kerékpározást. A gyerekek nagyon élvezték a programot, és így a bicajozás örömén túl az egészségre gyakorolt jótékony hatás mellett a családtagok körében is népszerűsödik a kerékpárok használata. Több mint 130 étterem konyháját próbálhatják ki az őszi országos étteremhét vendégei október 7 és 13 között. Az országos étteremhét keretében immáron 9. éve látogathatnak el kedvező árakon Magyarország kiváló éttermeibe a gasztronómia iránt érdeklődők. Az előző tavaszi programban több mint 20 000 vendég fordult meg, közülük 2500-an értékelték az általuk kipróbált éttermeket. Az értékelések átlaga alapján a tavaszi programban a vendéglátóhelyek összteljesítménye 5 pontos skálán 4,66 pontot ért el. Az őszi programhoz minden eddiginél több, összesen 25 új vendéglő csatlakozott, a visszatérőkkel együtt pedig már most több mint 130 étterem konyhájának ízei közül választhatnak a kulináris élvezetek kedvelői. A résztvevő éttermek háromfogásos menüket kínálnak, amelyek a korábbiakhoz képest változatlan áron egységesen 3900 forintos top, 4900 forintos prémium vagy 5900 forintos exkluzív kategóriákban érhetőek el. A programban résztvevő éttermek listája a www.etteremhet.hu oldalon tekinthető meg. Az őszi programban olyan ételek kerülnek asztalra, mint a bükkfán füstölt pálcán, a barackpálinkás kacsamáj, az érlelt őz, grillezett lazacfilé, az ördöghal, a borókabogyós vaddisznógorú, és így tovább. Ahogyan az elmúlt évek során, úgy most is kizárólag előzetes asztalfoglalás alapján fogadják a vendégeket a programban résztvevő éttermek. Időpont és asztalt foglalni a www.etteremhet.hu oldalon lehet. Hírstúdiónk vendége Pánti Ildikó önkormányzati képviselő. Pánti Ildikó évtizedek óta a karcagi gyermekekért, a város lakosaiért, településünkért munkálkodik szívvel lélekkel. A választókörzetének választásokon megnyilvánuló több mint 80%-os támogatásával közmegelégedésre, köztiszteletnek örvendve. A település fejlesztésében évtizedek óta megfontolt, jó szándékú döntéseivel, közösségeink erősítésével, idejét nem kímélve folyamatosan dolgozik úgy, hogy mindenkit a legnagyobb mértékig tisztel, messze menően kerülve az ártó szándékot. Mi történt akkor a nyugdíjba vonulás alkalmával? Mi volt ez az új feladat, ugye, amit vállalt az elkövetkezendőben? Igen, 2001-ben mentem nyugdíjba, és 2002-ben következtek az akkori önkormányzati választások, és így
kerültem én is a jelöltek közé, és így 2002-ben került sor az első megválasztásomra, a 8-as számú választókerület egyéni képviselőjeként. És mi volt a motiváció abban az időben? Miért indult Igen, ezen a választáson? Hiszen mindenkinek van motiváció, és kell is, hogy legyen. Én úgy éreztem akkor is, és jelen helyzetemben is, hogy helyzetemnél fogva tudok még a közösségért tenni. És olyan szerencsésen alakult, hogy a 8-as választókerület egykori iskolán beiskolázási területe. Mert hiszen kezdetben ugye iskolák és napjainkban is beiskolázási körzetekbe vannak, és a városnak a délnyugati része, a Kisújszállási út és a Bercsényi Csokonai utcáig bezárólag volt egykoron az iskola beiskolázási területe. Az itt lévő embereket, családokat nagyon jól ismertem és ismerem tanítványaim a gyermekek által, hiszen abban az időben is, akár most is, a szülőkkel való kapcsolattartás rettentő fontos. A személyes találkozások, a családlátogatások abban az időben, mint most is, és így, ilyen formában ismertem az ott élő embereket, és ismerem napjainkban is, és ezáltal úgy éreztem, hogy a közösségért tudok tenni, és szerencsésen alakult, mert az akkori polgármester úr, dr. Fazekas Sándor, miniszter úr, képviselő úr, nagyon sok segítséggel volt irányomba, mint kezdő képviselő, hiszen mindenki egy területen, ha addig nem tevékenykedett, el lehet mondani, hogy kezdő a pályán, és ez természetes. És nagyon sok segítséget kaptam tőle, és itt is szeretném megköszönni neki. És azok a fejlesztések, amelyek abban az időben voltak, körzetet alkalmassá tették arra, hogy élhető terület legyen a város adott részén. Értem ez alatt, hogy szinte a közfejlesztésekben a szennyvíz, a gáz fejlesztésekben minden utcában meg tudtuk valósítani a gerincvezeték kiépítését, amelyre azután a lakosok építeni tudtak. Útfejlesztése, tehát tudom azt mondani, hogy napjainkban is egy aránylag jól ellátott és azóta is fejlesztett területe a városnak. Tehát a fejlesztés az folyamatosan jelen van. Így van, a folyamatosan jelen vannak, és ugye úgy alakult az egyéni körzetek helyzete, hogy 2 évvel ezelőtt nagyobb lett a terület, és ezáltal a Kisújszállási út másik területe, a déli városrész egy nagyobb területe, egészen a Vasút utcáig hozzákerült ehhez a területhez, ehhez a körzethez, mint hogy a többi képviselőtársamnak is ugye növekedett a területe, és próbálom, és próbáljuk azóta is folyamatosan azokat a területeket is, amelyek esetleg még hiányt szenvednek közműellátottságba, útalapépítésben, útfejlesztésben igyekszünk megvalósítani. És amit a jelen helyzetemben is, megint a pedagógus mi voltomra szeretnék visszatérni, a legfontosabbnak tartom a technika magas szintű korában is a kommunikációt az emberekkel, a személyes kapcsolattartás. Ennél megítélésem szerint, még egyszer mondom, az okos telefonok időszakában is nincs fontosabb, és ezt az emberek igénylik is, mert a technika gépi technika. De hol 2 ember találkozik, és 2 ember kommunikálhat, az a legfontosabb, mert akkor nem csak a kommunikációban elhangzottakat értjük, de látjuk az érzéseket, látjuk a tekintetet, láttuk a mosolyokat, látjuk a
a szomorúságot, a bánatot, mert ez is van mindenkinek a mindennapi életében, de ugyanakkor jelzést kapunk arra, hogy segítségben talán valahol ott tudunk lenni, és ezt én nagyon fontosnak tartom. Annál is inkább, mert a területemen sok az idős, egyedülálló ember. Sok a nehéz sorsú család, vagy éppen olyan család, akinek a mindennapokban gondjaik, bánataik vannak, mert ilyen is van, öröm is van, ez is természetes, és ezt észre kell vennünk, és segíteni, ahol tudunk, legalábbis megpróbálni, és az emberek ezt is észreveszik, tudják. És ehhez én nagyon sok segítséget kapok, és itt is szeretném megköszönni polgármester úrtól, a képviselőtársaimtól, a hivataltól, a társadalmi szervektől, egyesületektől, a segítő szolgálatoktól, családsegítő, máltai, Vöröskereszt, hadd ne soroljam, mert ezt mindenki tudja. Bármikor, bármilyen helyzetben mehettem segítségért azok számára, akik ezt igénylik. És ez örvendetes, mert hiszen így közösen próbáljuk a közösségben az emberek örömét is, és az emberek gondját is észrevenni. Mert sokszor a legkisebb segítség is nagyon sokat jelent. És ezt köszönöm az elhangzottakban is azoknak, akik ezt az évek során folyamatosan megtették. Köszönöm szépen a beszélgetést. Kedves nézőink, köszönjük szépen a figyelmüket. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!